Legalább 700-an gyűltek össze szombaton Párizsban a köztársaság terén, hogy támogatásukról biztosítsák a nemi erőszakot elszenvedetteket, és különösen azt a 71 éves francia nőt, akit a férje 10 éven át bedrogozott, majd idegen férfiakkal megerőszakoltatott. Beszélnünk kell a nemi erőszak természetéről, és arról, hogy 7 évvel a MeToo mozgalom kezdete óta már tudjuk, nincs olyan, hogy áldozattípus. Mostanra már azt is tudjuk, hogy nincs különleges erőszaktevő típus, mondta el az egyik aktivista, miért fontos számára a részvétel a demonstráción. Gisèle Pelicot szeptember 5-én beszélt először nyilvánosan arról, miként tudta meg 4 évvel ezelőtt a rendőröktől, milyen szörnyűségeket művelt vele a férje egy évtizeden keresztül. Az asszony maga akart nyilvános bírósági tárgyalást, mint mondta, döntését azon nők iránti szolidaritásból hozta meg, akiket nem ismernek el szexuális bűncselekmények áldozataként.